Ma is köszöntelek szeretettel titeket a Geekok Podcast élő felvételén. Itt van velem Datte. Sziasztok! És egy különleges vendég van velünk, Miki, aki a Diverzumnak az alapítója. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt látok. Uh, arra gondoltunk, hogy egy kicsit elkalauzolunk titeket a startupok világába, ugyanis a Diverzum startup, ha nem ismeritek, akkor nézzetek mindenképpen utána. Egy kicsit ebbe a világba fogunk barangolni, és megpróbáljuk nektek Miki segítségével bemutatni, hogy hogy is néz ki ez az egész. Én nagyon rossz felkonfia lennék szerintem a diverzumnak, úgyhogy ha megtennéd, hogy így, így, így ötlet szintől, hogy, hogy mutasd már be néhány mondattal, hogy, hogy mi is ez a diverzum. Na, hogy na. hogyan néz ki? Figyelj, teljesen jó volt a Falconfig, igazából az a story, hogy ha esetleg így a, a tévés szerepléseink, meg a TikTok, telespemmelése után még nem hallottatok rólunk, akkor lehet, hogy rossz munkát végeztünk, de arról szól a, a történet, hogy a Diverzum egy diák kedvezményes platform, ahol összekötjük a márkákat a diákokkal. Úgy indult az egész, hogy az alapító társammal fanival külföldön tanultunk, és ott láttuk, hogy alapvetően szinte már az volt a fura, hogyha valamire nem volt diák kedvezmény. Tehát ott teljesen komolyan vették, hogy nem csak a tömegközlekedésre meg a múzeumba legyen, hanem mindenféle termékre is szolgáltatásra. És akkor így jött az ötlet, hogy hát itthon is meg kéne ezt oldani, és azt láttuk, hogy ami hiányzik ez, az az online diák igazolás, mert egy kritikus tömeget úgy lehet jól elérni, hogyha az online vásárlásokra van diák kedvezmény, és ehhez pedig nyilván hozzátartozik egy online diák státusz igazolás, illetve egy kedvezményeket összegyűjtő platform, amivel egyrészt egy helyen megtalálják a diákok a, a, különböző lehetőségeket, és hát kicsit edukáljuk is a piacot, amire bőven szükség volt, mert amikor elkezdtük, és mondtuk, hogy hú, gyerekek, gyertek, erre is van diák kedvezmény, arra is, akkor, akkor azt látták, hogy fú, ezt hogy kamu, ráadásul akkor még a diák igazolványt is fel kellett tölteni, most már szerencsére nem kell, és akkor kaptuk az adathalász, meg ez túl, jó, hogy igaz legyen a e-maileket, meg stb. visszajelzéseket. Ez hozzájárult még az is, hogy az elején fogalmunk sem volt, hogy mit csináltunk, nem működött az oldal, nem volt pénzünk, nem volt fizunk, nem volt semmink. Tehát az egész összkép az, az gyenge volt, De hát nyilván így indul minden a startup. Aztán mostan rájutottunk oda, hogy már 110 ezerhez közeli regisztrálunk van, így mindez 13 hónap alatt. A nagyon sok márka, most már 40 különböző partnerünk van, akik diákedvezményeket kínálnak, és tök jó, hogy ezeket mi hoztuk be a piacra, és egy szuper brandet felépítettünk, hamarosan apunk is lesz, úgyhogy mi nem egy ilyen Szokásos deep tech startup vagyunk, hogy van egy technológiai innovációnk, amit a, a teljes világon, az egész világon bárhol el tudunk adni. Ez inkább egy, egy hasonló skálázható, viszont inkább egy üzleti modell innovációra és egy networkre alapul. De most még csak Magyarországon vagyunk jelen, de hát nyilván a világ a cél. Úgyhogy ennyit kell tudni rólunk dióhelyében. Király, 13 hónap alatt. 100 000 user, ez már, figyelj, a cseh t még azért nem döntöttétek meg, az hogy volt, négy, négy, négy nap, vagy mi volt? Nem, nem egy tudom, hogy az expert Valami ilyesmi szám, a elmevetek szám, ők vezetik most a rekordot, de figyelj, egyébként az egy világszintű euh, robbanás volt. Szerintem, hogyha arányosítod a magyar lélekszámhoz, akkor 13 hónap alatt a 100 000, az egy elég komoly szám. Hát, igyekeztünk, igyekeztünk. És hogy néz ki ez? Tehát, hogy külföldön tanultak, látjátok a jó modellt, és akkor összeültetek, egy papírra fölírtátok az ötletet, és volt egy ilyen pro kontralista és a végén kijött, hogy a próból több van, és akkor elkezdtétek finomítani, hogy hogy, hogy kell ezt elképzelni. Hát ez ennél káoszosabb volt. Úgy nézett ki a dolog egyébként, hogy itthon voltunk, Covid alatt már, és volt egy startup verseny, én előtte is jártam startup versenyekre, mindig is nagyon érdekelt ez a világ, és akkor oda is jelentkeztünk, ez online volt, ez a legsötétebb COVID időszak volt, amikor az utcára sem lehetett kimenni, úgyhogy tök jó tök jó volt, hogy valami legalább hozott egy kis izgalmat az életünkbe. Én akkor már nagyon örülöttem ebben, hogy dolgoztam előtte multiknál minden felé, de nem passzolt a személyiségemhez a dolog. Jól teljesítettem, de közben, közben meg felőrölt. És akkor nagyon ebbe az irányba akartam menni, csak nem volt meg a, se a bátorság, se, a tőke, se semmi. És akkor ezen ez a verseny lendített. Tehát itt Igazából beraktak minket egy breakout roomba, fel kellett jönni egy ötlettel, gondoltuk, hogy hát ff, akkor induljunk el ebbe az irányba, mert volt 20 percünk kitalálni valamit, és nyilván ez az irány megvolt, és akkor elkezdtünk kutatni, elkezdtünk különböző szakértőkkel, mentorokkal beszélni, és szép lassan csiszolódott a dolog. Erre ráment a, a 21-es nyarunk nagyjából, hogy feltérképezni az esetleges partnereket, kis-nagy cégekkel álljunk össze, hogyan érjük el a diákokat, stb., és aztán, aztán ö, ö, azzal indult a dolog novemberben, 21 novemberében, hogy összegányoltunk egy ilyen Bubble nevű keretrendszerben valami ö, platformra emlékeztető dolgot, és ö, és kitoltuk a piacra, kitettünk erről egy TikTok videót, az alapító társam Fanni, neki volt előtte TikTok csatornája, most is van egyébként, és... Ö, Ebben jó volt, kitettünk egy TikTok videót, annyira felkapták, hogy ö, ö, láttuk délelőtt, hogy pörögnek fel a számok, tök jó, jönnek a regisztrálók, hát délutánra crasheltünk is, nem bírta az e-mail szerver a, az ezer regisztrálót, ami egyébként az első nap egészen szép volt. Ö, nem, és most. már akkor is kaptuk a visszajelzéseket a diákoktól, hogy skacok, zseniális, amit csináltok. Ez a zseniális az volt, hogy volt ilyen négy partnerünk, nagyjából abból három értelmezhetetlen, tehát nagyjából így nézett ki a portfóliónk Zseniális, amit csináltok, semmi nem működik, tehát abszolút nem, de tök jó. És abból tudtuk, hogy oké, okay, akkor most, most rajta vagyunk a valamin. És um, voltak kemény időszakok nyilván, főleg, hogy tőke, egyebek nélkül kellett ezt uh, um, lehoznunk, de szerencsére a nehéz időszakokban is arra támaszkodtunk, hogy hiszünk az egészben, hogy tényleg ezt akarjuk csinálni. És uh, végül is ez vezetett el, mondanám, hogy a sikerhez, de ez elég szigorúak vagyunk magunkhoz, illetve elég nagy utál még előttünk, hogy ez még a siker előszobája. Mindig az jut egyébként eszembe egyszer a, a Gyurcsány Ferenc mondta a parlamentből, hogy csak az első egymilliómról ne kérdezzenek, és erről mindig az, mindig az jut eszembe, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit elkezdesz, és már van ezer usered, abból el lehet indulni. De egy nap alatt ezer user még keményebb, egy TikTok videóval. Hát úgy néz ki, hogy tényleg nagyon betaláltatok egy, egy résbe ezzel a, a diversum Diverzum projekttel. Igen, egyébként visszagondolva az, az, az ezen a szép voltam cápák közöttben szerepeltünk most, és akkor a, a, az összes cápától kaptunk ajánlatot, és végül Balogh kaptunk, vagy hát az ő, ő, ővel egyeztünk meg, és akkor ott, amikor lement az adás, nyilván az iszonyatosat dobott, akkor volt ilyen három ezer, tehát ez az ezer, úgy visszagondolva már kirívó volt, most ilyen napi 5 600 átlagolunk, úgyhogy hmm. Úgyhogy ez, ez jó. Igen, valahogy el kell kezdeni, tényleg. Aztán volt egy ilyen időszak, hogy azt hittük, hogy akkor most nagyon nagy üzletembernek kell lennünk, és összeraktunk egy ilyen 20 oldalas business plant, egy ilyen 15 tebes Excel-t, hogy, hogy így lesz az üzlet, úgy lesz az üzlet, megmutattuk az esetleges befektetőknek, mondta, hogy tök jó, tök jól összerakott anyag, de most kacok, mi lenne, hogyha így csinálnátok is, és nem csak, nem csak tervezgetnétek. A homlokunkra csaptunk, hogy hú, tényleg, hát ez nem ártana, és akkor elkezdtünk, elkezdtünk rápörögni, akkor még szinte nulla forintból. Aztán egy startup versenyen nyertünk 150 ezer forintot, az akkor nagy pénz volt, és akkor abból elkezdtünk marketingelni, és ott, ott, ott kezdődött el a, kezdődött el a valódi felfelé ívelés. És azt a, a, a 150 ezer forint nyilván marketing szempontból nem, nem, egy hatalmas büdzsé, de nyerni egy startup verseny a 150 ezer forintot, az már egy elég komoly pozitív visszaigazolás szakmai területről is, nem? Igen, igen, ez jó volt. <laughs> És hogy, hogy, indultatok neki ezzel a büdzsével? Tehát, hogy a, mit kezdtetek végül a 150 ezerrel? szerintem ilyen főleg hülyeségekre költöttük akkor nyilván, mert az... Tehát tanuló az... pénz lett belőle? Hát nem, talán nem, nem, tudom most már így utólag, de nyomtattunk matricákat, meg ilyen, ilyen voltak próbálkozások, aztán rájöttünk, hogy amúgy tök jó tartalmaink vannak. TikTokon is akkor azokat kéne megfuttatni, diák szervezetekkel együttműködni, és picit ilyen felülről és alulról is építkezünk egyszerre például, ami jó sztori, hogy most nyáron gólyatáborokba vittünk le 1200 darab óvszert, nyilván társultak ez ilyen nyereményjátékok, de imádták, ez vicces volt. És az én brendelt volt? Az brandát, vagy nem diverzum brand, hanem maszkulánnal működtünk jó. együtt, és akkor ők, ők adták. De az, az jó volt, hogy azért nem tudtunk lemenni vonattal Tatára, mert annyi volt nálunk, hogy nem fértem. el. <laughs> <laughs> Zseniális. Zseniális. Jó. Jó. És hogy, hogy alakultak a dolgok a kezdeti lépések után? Tehát mikor éreztétek először azt, hogy mindenképpen tőkére van szükségetek, hogy skálázzátok a, a bizniszt? Hát azt mindig tudtuk, meg a startup ökoszisztémában igazából az volt egy nagy húzóerő, hogy, hogy viszonylag hamar bekapcsolódtunk, voltak barátaink, akik már eleve részei voltak ennek a közegnek, múcsosokat ismertük, stb. Aztán bekerültünk a K&H-nak az inkubátorába, amit úgy kell elképzelni, hogy igazából egy, egy ilyen közösségi iroda, vicces, hogy pont Gyurcsány Ferencet hoztat fel, mert hogy ez a, az ő vezetéségi szintjük volt a volt MSZP székházban, most már nem az MSP de, de még vannak ilyen relikviák ott, és akkor ezen mindig nevetünk. és akkor ott a, a Jókai utcában kezdődött el a, a sztori, és ott volt egy rakás, nagyon kezdő fázisú startup volt, aki, aki kb. tudta, hogy mit csinálnak, volt, akik ugyanúgy, mint mi, szinte egyáltalán nem, és akkor egymástól tanultunk, meg egymás networkére hagyatkozva építkeztünk. És tényleg az az időszak olyan volt, még most is egy picit ilyen, hogy éjjel-nappal bent voltunk, hétvégén ott bulisztunk, tehát folyam folyamatosan, tényleg mint egy kolesz csak aludni jártunk haza, de azon túl minden hason, nagyon hasonlított rá, a, a vörösborra fellocsolt padlószőnyeg is, és... És ott ez a tudás megosztás, illetve, illetve a, a, az okoskodás és az egymás motiválása, és hogy tulajdonképpen mindannyian ugyanazokkal a, a, nehézségekkel küzdünk, ez húzta előre a dolgot. És innen is tudtuk nyilván, meg hát azért nekem volt valamennyire startupos múltam, egyáltalán nem komoly, de az a tudás meg volt, hogy előbb-utóbb kell tőke. Nyilván ott voltak a lehetőségek, hogy rossz feltételek mellett nem feltétlenül olyan szereplők től, akikkel együtt szeretünk volna dolgozni, bevonjunk már nagyon az elején. De inkább úgy voltunk vele, hogy, hogy várunk, végig szenvedjük ezt az egészet, és majd akkor vanunk be, amikor már valamit felmutatnunk, és jó befektetőktől. Ez nagyon jól sikerült, tehát egyébként nagyon jó hárma fektettek be az első körbe, és a mai napig abszolút megvan a, a kontakt Pár heti rendszerességgel mentorálnak minket, és itt igazából a tudás a lényeg, nem csak a pénz, meg hát az, hogy milyen feltételekkel vonja be a pénz az ember. Fontos, hogy az alapítók motiváltak maradjanak, és, és ne legyen már a, a cég fele az első kör után más kezekben. Úgyhogy, úgyhogy így nyúlt türelmesek voltunk, de ez azért is volt jó, mert tényleg. Azzal együtt, hogy, hogy nem volt pénz, vagy hát a minimális bevételből, meg, meg az ebből a startup nyereményből finanszíroztuk magunkat, ez megtanított minket arra, hogy hogyan nem, ne költsük el hülyén a pénzt. Nyilván így is, így is vannak mellényúlások, van a másik oldalon olyan is, hogy olyan hatékonyan költünk, hogy mi is meglepődünk magunktól, hogy wow! De a pénzhiány azt tényleg megtanítja gazdálkodni az embert, és szerintem ezért is jó egy startupnak nem túl korán bevonni túl sok tőkét, illetve hát azért is, mert jobb, jobb bevételi vagy traction szint mellett jobb feltételek mellett tudja ezt megtenni. De akkor mindenképpen fontos volt a maga a tőke mellett az is nektek, hogy szakmai befektetőkre találjatok? Abszolút. Abszett. És ott hogy éreztétek első körben, hogy mi, mi az a terület, ahol hiányt szenvedtek itt csapat szinten? Tehát mi, hol, hol, kell, hol volt szükség a legnagyobb szakmaiságra? Volt egy, hát ugye ilyen nemzetközi üzleti látásmód erre, svéd befektetünk, torkát kértük meg, hogy segítsem a technológiai alapító volt az, ami nagyon hiányzott a csapatunkból, Fannyval mind a ketten az üzleti oldalt képviseljük, és azért egy startupot nehéz így összehozni, úgyhogy van egy mentorunk, Pali is, akin keresztül egyébként ismerjük egymást, úgyhogy, úgyhogy ez... Innen e... is üdvözöljük, Igaz, Palit. Szia, Pali! <laughs> Így van, e, illetve um, ott volt még Barbie, ő HR fejlesztés szinten segít nekünk. Az egy nagyon jó megérzés volt, például, hogy őt behúztuk, mert én azt látom, hogy a tényleg egy cég felépítésében ez az egyik legnehezebb a fejlesztésen túl, hogy a megfelelő embereket ö, megfelelően. Ö, Megtalálni és jó helyre berakni a szervezetem belül, ahol ők is jól érzik magukat, és mindenki más is. Nyilván emellett ott van, hogy, a, hogy megtartani a megfelelő embereket. Én úgy látom, hogy nálunk ez, ezzel nincs gond, mert jó a hangulat, és jó a, jó a sztori is. Mindenki tök pozitív, még a leg, legnehezebb, meg stresszesebb időszakokban is. Úgyhogy ez a rész király de tényleg ezeken a területeken nagyon kell a segítség, fejlesztés, szervezet, fejlesztés, meg hát maga az üzleti oldal, és ott, ott, ott jönnek be a legdiverzebb vélemények, tehát ott jobb, hogyha több mentora is van az embernek, apukám is üzleti területről jött, és ő is sokat segít például, olyan így fanni családjában is vannak hasonlók, de hát a mentorok olyanok, hogy mindenki elmondja a véleményet, és a végén ezeket saját magunknak kell szintetizálni, és ez alapján tovább menni, tehát nem szabad vakon azt csinálni, azt csinálni ami, amit ők gondolnak, mert vagy, vagy, nem passzol ránk az, amit gondolnak, vagy nem teljesen, vagy nem pont úgy, ezért picit kell kell ezeken mindig iterálni, de alapvetően mi azzal kezdtünk bele a dologba, hogy mi tanulni akarunk. Ez volt az első számú motiváció, és ez, ez kell meg nagyon a, a, mentorok, és a mai napig így, így építünk üzleti és egyéb kapcsolatokat, hogy, hogy megvan bennünk az, hogy mit nem tudunk, és erre szeretnénk ezekre a, szeretnénk megoldást találni, vagy építkezni. Igen, a legnagyobb tudás az, amikor tudod, hogy mit nem tudsz, <laughs> szokták mondani. Illetve a startupos körből szerintem én a legtöbbet azt hallottam, hogy, hogy a legtöbben mindig, mindig a csapatot nézik, és mindig csapatba fektetnek be, nem projektbe. Ez, ez, nagyon sokszor igaz egyébként. Meglepően. Én azt hittem, az elején mondták, hogy ők az alapítókba fektetnek, ez ilyen különböző befektetős <laughs> meetupokon, és gondoltam, hogy ja, persze, persze, de nem tényleg, mert startup mehet bármerre, tehát ott, ott a hajót, azt, hogyha gáz van, akkor nem olyan nehéz megfordítani, nem egy, egy óriási 200 ezer fős szervezet, úgyhogy az a fontos, hogy az alapítókban meg legyen az a, az a kitartás, picit legyenek fanatikusak, de ne túlzottan szerintem az a jó, jó arany középút, mert ha túl fanatikus valaki, akkor belevezeti a jéghegybe. Ha, ha pedig nem elég, akkor pedig leugrik a hajóról, és inkább úszva megy tovább. Jó. Az jó ez a példa, ezt tetszik. Jó. A, hogy érzed a, a magyar startup világot? Tehát, hogy mennyire, mennyire, mennyire szuperti, mennyire vannak meg a lehetőségek, mondtad ezt a. a kántás inkubátor programot, ami így látszólag sokat köszönhettek például neki, meg ennek az egész környezetnek, ami ezzel jött. Mennyire, mennyire, van most olyan helyzet Magyarországon, hogy, hogy egy startup könnyen rá találhat arra az útra, amit neki járnia kéne ezt. Hogy érzed? Hát um, első sorban azt gondolom, hogy nagyon jó az alapanyag, tehát nagyon tehetséges emberek alkotják az ökoszisztémát. Jó maga a személyes szintű együttműködés is. Szervezeti és egyéb háttér kockázati téren különösen, az még nem tartott, mint Nyugat-Európában, illetve pár régiós ország is van, ami, ami egyébként egészen elképesztően fejlett, Csehország, Románia például de szerintem haladunk, tehát amikor mi belekezdtünk ebbe, meg belástuk magunkat az ökoszisztémába, ez másfél éve volt, és akkor még sokkal kevesebb lehetőség volt, tehát a, a jelenlegi piaci helyzet ellenére is azt látom, hogy szépen, szépen megyünk előre. Um, és rengeteg új szereplő van, akár inkubátorok, mentorprogramok, közösségi finanszírozásban, tőkeportál uh, meg a, tőke a branch például belépett. Um, um, a, egyébként a kockázati tőke finanszírozás is Nyugat-Európában, Amerikában iszonyatosan visszaesett, és ez a régióra úgy tűnik, hogy, hogy csak részben igaz, vagy lehet, hogy késáltatott a hatás, ez majd, ez majd kiderül. Én optimista vagyok, meg, meg tényleg látom azt a, azt a pozitivitást és sokszor a egymás önzetlen segítségét, ami megvan. Nyilván vannak, vannak ezzel ellentétes tendenciák is. Úgyhogy, úgyhogy, nincsen akkor a tapasztalatom, hogy ezt más országokhoz hasonlítsam. Angliában voltam benne, nyilván ott több szereplő van, több tőke, ami, amiben viszont hihetetlenül előttünk járnak akár az angol országok, de például az észtek is, az a jogi háttér. Tehát rengeteg olyan dolog van a, a startup finanszírozásban, társasai, társulási jogban, stb. stb., ami nem teszi lehetővé azoknak a modelleknek a kihasználását, ami mondjuk Amerikában megvan. Ilyen például az ESOP, ez az Employee Stock Option program. Tehát most például, hogyha, hogyha egy magyar KFT-ből valaki szeretne üzletrészt adni a, a, a munkatársainak, akkor az, az egy az amerikai, az amerikai angol jogban egy háromsoros szerződés, itt van meg egy húsz oldalas kis túlzással. És egész egyszerűen, egész egyszerűen sok olyan van, amire, amire még nincsen felkészülve a jogrendszer. Vagy fel van, csak, fel van, csak iszonyatos adminnal jár. Tehát, hogy iszonyatosan bürokratikus. Igen. Igen, ah. igen. Meg, hogy hiányoznak bizonyos elemek, egész egyszerűen. Tehát a, a, például ez a, a. akár az, hogy az alapítók. Ö, tehát máshol ö, úgy néz ki, mondjuk egy ZRT-ben ez még könnyebben megoldható, hogy van egy pool, ö, ahogy az alapítóknak ennyi tulajdon része van, és akkor minden három hónapban, fél évben megkapnak ebből valamennyit, amíg a négy éves vagy ö, bármi, bármilyen ho, ö, hosszúságú vesting időszakuk, véget nem ér Most itthon ez, ezt úgy lehet megoldani, például, hogy alapból az alapító nevén van ez az üzletrész, és hogyha idő előtt lelép tájföldre, akkor pedig ez visszavásárolható valami egy eurós vagy ezer forintos áron. Tehát minden egy picit, mindent meg lehet oldani, jog mindent elbír, csak itthon nehezebb, és emiatt sokszor ez sokszor akadályozza a gyors tőkebevonást például, tehát előfordulhat olyan, hogyha egy adott startupnál beüt a, a krach, vagy nem úgy van megtervezve a kesló, sűrűsen kell tőkét bevonni. Máshol ez tényleg csak egy, egy oldalas valami aláfirkálása itthon, ezért ez, ez jóval bonyolultabbá tud válni. Ö, igazából most így többször említetted így a külföldi dolgokat. Én arra az, na, az jutott eszembe igazából, hogy itt Magyarországon a fiatalok elég sokat ha hallgathatják azt szülőktől, ismerősöktől, tévéből, akárhonnan, hogy úgyse lesz belőle semmi, hogy lehetséges egyébként, hogy a külföldi hatásnak ilyen téren nektek ő volt egy pozitív hozzáadott értéke ehhez a dologhoz? Ez nagyon jó, hogy bedobta ezt a témát. Igen, tehát a jogi háttérrel meg stb. tényleg lehet lehet az ilyen dolgokban ürügyet keresni hogy miért nincs még magyar unikornis például de szerintem nagyon erős a, az a hatás ami akár a, a kádárkorból a, a... a szociokulturális hozadék. Igen 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 ez a Megalkuvás, hogy ez a nem mer kitűnni. Ahhoz, hogy valaki elindítson egy egy innovatív vállalkozást, ahhoz valamennyire ki kell tűnni, fel kell vállalni a, a, az, az ember mikrokörnyezetében, hogy én akkor most nem azt csinálom, mint mindenki más, nem egy multinál dolgozom, nem egy KKV-nál bárhol, hanem akár nulla forintért dolgozom a saját dolgon, ami vagy összejön, vagy nem. És ez a kockázat tűrés, ez nagyon nincsen benne a magyar kultúrában. És inkább, inkább legyen egy jó fizetésem, lapújak, meg, stb. És akiben megvan ez a gondolkodás, ott is igyekszenek, igyekszik az ember környezete, nyilván nem rossz indulatból, hanem egész egyszerűen alapvető elővigyázatosságból ezt megakadályozni. Nyilván ezt én is tapasztaltam, és szerintem itt hoz rengeteget az, hogy az ember olyan közegekbe jár és olyan eseményekre, ahol ez, ennek megvan a táptalaja, és kap egy megerősítést arra, hogy jó, hát mások is csinálják, akkor ez mégsem akkor a hülyeség. Lehet, hogyha ez nem lett volna meg, akkor mi sem álltunk volna, mi sem mertünk volna beleállni ebbe ennyire. Tehát azt én nagyon tisztán, aki akár a 90-es évek végé 2000-es évek elején belekezdett valami akkori viszonylatokban startupnak nevezhető dologba, mert akkor még tényleg nem volt semmi, ami ebben segítette most már azért az ember meg tudja találni a közegét, de az oktatási rendszer is erre épül, hogy nem merj a, dobozon kívül gondolkozni, nem merj magaddal kapcsolatban olyan elvárásokat támasztani, amiket mondjuk nem vár el az adott közeg, hogy mondjuk kicsit jobban belásd magad negyedik Bélába, mint ahogy azt az érettségiben kérik, most így egy ilyen példával élve. Meg nekem, nekem például gimiben az volt a nehéz, én egy, egy viszonylag viszonylag kemény gimiben jártam, és hogy nem, mindig is kíváncsi voltam, mindig is érdekeltek egyéb dolgok, és viszonylag kevés időm volt arra, hogy olvassak, utána nézek ezeknek. Mondjuk az első ilyen startup kezdemény, az 11-ben volt, pár haverommal, az így olyan komolyságú is volt, mint amilyennek hangzik, de, de de ez is megnehezíti, hogy maga a kortam az iszonyatos energiákat von el. Ha pedig valami, valaki valami szokatlan csinál, az a, azt a környezete nem mindig díjazza annyira. És mi volt a 11. projekt, hogyha nem titkos? <laughs> Fú, ilyen, ilyen azt a étteremben azt a foglalós rendszert csináltunk, és akkor azt így két éttermeknek, de aztán kijött az apple a google -nek is, meg a Google-nek is valami hasonló dolga, meg hát az alapítói csapat dinamikája ez nem volt annyira erős, úgyhogy az jó kis tapasztalat volt, hogy összeültünk néha agyalni, de nem lett belőle semmi. Ez mondjuk már menő 11 be is már startuppal foglalkoztam. <laughs> Vicces volt. A, a diverzum esetében volt szükség valamikor pivotálásra? vagy tartjátok azóta is strikten az eredetileg kigondolt koncepciót? Voltak, voltak irányok. Volt szó arról, hogy egyrészt, hogy a fizikai lokációk felé indulunk meg első körben, a török éttermekben van sokszor diák kedvezmény, stb de itt a, ezt, ezt, egyébként sok hők meg diák ezt az adott kampusz környékén még tehát az elmúlt 15 évben sokszor, és a kritikus tömeg probléma az, az, mindig felütötte a fejét, úgyhogy ez nem lett volna egy jó ötlet, akkor voltak ilyen gondolatok, hogy már meglévő diák kedvezményes megoldásokra menjünk rá, vagy saját idézőjelben, tehát saját magunk által kialkodott diák kedvezményeket hozzunk be, és 90%-ban egyébként ez van, tehát olyan diák kedvezmények vannak fent a diverzumon, amik előtte még soha. A maradék 10%, ami már eleve is létezett, akkor hát nyilván abban, hogy hogyan kommunikálunk, tehát ezzel oda menni egy céghez, hogy sziasztok, uh, adjatok kedvezményt a diákoknak, plusz uh, még fizessetek nekünk jutalékot. Ez elsőre, amíg még nem volt megfelelően edukálva a piac, ez, ez azért furálhatott. És az, hogy ez, ezt hogyan kommunikáljuk le. Tehát elmondjuk azt, hogy a diákoknak, vagy hát a fiataloknak nagyon fontos az értékalapú marketing, hogy ebben a korban alakulnak ki a fogyasztási szokások, és tényleg, hogyha ebben a, az időszakban megfogja őket egy márka, akkor bele is maradnak, mert a Gen Z az egyik legmárkahűbb generáció. Tehát amíg ezeket a, a megfelelő kommunikációs paneleket kidolgoztuk, nyilván ez, ez ö, idő volt, és hát sok elhasalás is ö, volt ezzel együtt. Olyan is felmerült, hogy sok kicsi ö, cég legyen fent a, a Diverzumon, ez egyébként még mindig, mindig az asztalon van, de hát elsőre, főleg főleg, főleg amikor piacra lép az ember, akkor kellek a nagy nevek, és hát azt látjuk, hogy hogy... Ö, jobban is, jobban is konvertálnak erre felé a diákok, de ugyanakkor meg társadalmi felelősségvállalás volt tök jó a kisebb cégeket, tehát nem múltik azt felkarolni, és akkor itt mondjuk kiemelném a, a muncsot, akikkel úgy kezdődött a dolog, hogy sziasztok, egy irodánkban vagyunk, nincs semmi, kéne a partner, gyertek már fel az oldalra. Most meg, most meg hihetetlenül sokan vásárolnak náluk a diák kedvezménnyel, úgyhogy volt, ami is szépen beérett. A, mit látsz, mi az alapvető különbség a, a gen z Mac szólítása tekintetében? Tehát, hogy mi az a, az, a, az a fogyasztói viselkedés, ami alapjaiban teljes mértékben különbözik egy x vagy egy y-hoz képest? Azt látjuk, hogy, vagy hát nem csak látjuk, hanem magunkon is érezzük, mert mi is már az öregebbek közé tartozunk az égenrációsok körében, de, de azért még így égenerációsok vagyunk. Sőt, most már vannak alfások is a csapatban, úgyhogy picit magunkból is kiindulunk. De egyébként ez Ö, megerősítik a, a felhasználóink visszajelzései is, hogy nem szabad pusinak lenni, mert ez a generáció már olyan szűrőik szűr, alakultak ki a marketingre, ö, hogy a tévét már nem néznek, tévés reklámok nem jönnek velük szembe, a plakátokat stb. már ö, sokszor ignorálják. Tehát de őket kisgyerekkoruk óta annyi ilyen impulzus éri, hogy már automatikusan szűrik. A, Tehát egy, egy szintű médiavakság, az erősen Igen. jellemző. A. Igen, és ezért az autenticitás és az érték alapú marketing, az, az, a fontos, illetve a tartalomgyártás szerintem ezt nektek például nem kell magyarázni, tök jó van ez a podcast is, a blog, a YouTube csatorna, egyebek, és szerintem tényleg ez, hogy valós kapcsolatot kialakítani a, a az esetleges vásárokkal is ne csak arról szóljon, hogy vegyél, vegyél, vegyél. Uh, nyilván nehéz ellenállni a kísértésnek, mert van, hogy a számok is kiadják, ezzel kell egyfajta önuralma, ön, önuralmat tanúsítani, uh, és ezért is van az, hogy sok cég dönt úgy, hogy inkább rajtunk keresztül éri el az égenerációt, és nem pedig nem pedig a saját nem feltétlenül korszerű, vagy vagy, vagy szofisztikált megoldás. Igen, igen, igen. Uh, mekkora, mekkora az, a, az a user bázis, amit maximálisan ki tudtok uh, aknázni Magyarországon? Itthon 672 ezer <laughs> diák van, egyébként 14 év fölöttiek. Ja, Én azt hittem az egyébként, azok, azt mondod, részben. hogy egyébként vicceltem, 672.314. <laughs> nem, ennyire pontosan nem tudom, de a lényeg az, hogy ez a 14 év feletti diákok száma, és ők azok, akik egyébként meglepően sokat költenek online a 640 millió euróra ö, ö, mértük annyi, a piackutatásunk alapján ennyit költek évente online a diákok. Mi ugye, online vásárlásra ö, ö, specializálódtunk, tehát nekünk ez a, az adata fontos, viszont az e-commerce növekedése azt látjuk, hogy eléggé Uh, elég fel, már most is viszonylag gyors, de remélhetőleg még jobban fel fog gyorsulni, mert ahhoz, hogy a többi közép-kelet-európai piachoz konvergáljon, ahhoz még kell egy kis idő. Tehát lakosság arányosan a cseh piac, mondjuk ők különösen durvák, de hogy négy és félszer akkora, mint a, a magyar piac. Uh, úgyhogy, úgyhogy van itt még tér a növekedésre bőven, és reméljük ez, ez meg is lesz. És mi, mit tartasz reálisnak Magyarországon a userszámból, amit el tudtok érni? Nagyjából a harmadát, úgyhogy vásároljanak is, nyilván regisztrálókat sokkal könnyebb szerezni, mint mint, mint vásárlókat. Igen, úgy, ezt hogy... a Twitter is tudja. <gül> <gül> igen, igen, igen. Ah. Ja, és akkor azt számoljuk, hogy nagyjából az ő 20%-uk lesz az, az, aki rendszeres vásárlóvá válik. Nyilván ez kell az, hogy legyen egy, egy királyú működő apunk, és hát elsősorban egy jó partner mixünk, és tudjanak válogatni a, a cégek közül bőven, de egyre inkább látjuk a nyitottságot. Úgyhogy míg amíg régen, régen nagyon nehezen nyíltak az ajtók, most már sokkal könnyebb. A, Média visszhang, ami, ami van velünk kapcsolatban az erre. még inkább rádobott, úgyhogy optimisták vagyunk ebben a tekintetben is. És ami egy nagy félelem volt, hogy a, az inflációs helyzet az áréseket szűkíteni fogja, stb. stb., és akkor nem kigazdálkodható a diákkedvezmény, de ez a félelem alaptalan volt, tehát továbbra is jó cégek, innovatív cégek nagyon nyitottak ebben az irányba. Ugye csak a, a. Beszéltünk itt, hogy körülbelül mekkora az a, az a költségmennyiség éves szinten, mondtad, amit így online körülbelül a, a 14 pluszos diák társadalom így képvisel. És a szegmensek tekintetében, hogy néz ki ez a disztribúció? Tehát, hogy mik azok az online szegmensek, ahol jobban vannak reprezentálva a 14 pluszos diákok, mi az, ami kevésbé. Tehát, hogy gondolom, mit én, ruházat biztos nagyon megy. Igen, az nagyon. Ruházat, kozmetikumok az, az mindig. Az a top egy ruházat, kozmetikum? Vagy, vagy egy ilyen... Hát összforgalomban igen, frekvenciában mondjuk a, az étel, ami hihetetlenül konvertál nyilván. A <laughs> diákok éhesek, alig járnak haza főzni. Nincs kedvük, nincs idejük, úgyhogy ez, az nagyon megy. <laughs> Illetve hát, ahol érdemes nézniük a, a jó, le, jó lehetőségek, diák kedvezmények után, azok a magas kosár értékű, termékek, elektronika, fesztiválok, stb. Úgyhogy picit minden erősen függ a szezonalitástól is. Egyébként vicces pont, a felvétel előtt beszéltünk erről, hogy mennyire anticiklikusak a diákok, tehát Um, például alapból uh, azt várja az ember kiskerben, hogy a, a karácsonyi időszak a december első fele, az mennyire erős lesz. Hát ehhez képest a diákoknál nem a december első fele, hanem a 25-e utáni időszak, ami durva, megkapják a zseppénzt karácsonyra, otthon vannak, uh, telették magukat Belglivel, és akkor felvennek és elkezdenek, elkezdenek vásárolgatni. Úgyhogy Uh, vicces, ahogy a, az általános tendenciákból levonjuk a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy milyen elvárásaink vannak, és a diákok ezt teljesen, ezzel teljesen szembe tudnak menni. De most már egy lezárt év mögöttünk van, úgyhogy, úgyhogy egyre inkább látjuk termékkategóriára, termékategóriára, is, hogy mikor, mi megy jobban. Ugye ja, érdekes lenne egyébként összehasonlítani a, a mi szezonalitásunkkal. Igen, mert most pont erre gondoltam én Valamiért egyébként erősen, a, a minél többet beszélgetünk, van egy olyan ér, érzésem, hogy elég komplementer piac nekünk a Gen Z. Na, hát. Meg a végén meg lehet, hogy lesz szipor. Lesz. <gül> <gül> hát, mindenki töltse le majd az appot, ami mikor debütál. Hú, így podcastban bemondani ezt, nyilván fejlesztésre az ember nem akar nagyot ígérni. Azt mondom, hogy április 10 és addigra már fixen ott lesz, nyilván nem csak rajtunk múlik, hanem a Google-on és az Apple-on is. Egyébként 96%-os állapotban van most a fejlesztés. Én már láttam egyébként, és nyomkodtam is. <gül> <gül> Királyabb lett egyébként, nekem nagyon tetszik. Igazából itt podcastban, amit eddig hoztunk, release date az soha nem teljesült, úgyhogy... <laughs> de azt mi hoztuk. <laughs> hát lehet, hogy ez is április 10 után fog kimenni, <laughs> és akkor... <laughs> Most a AAA stúdiókra próbáltam utalni amúgy, de igen. Hát figyelj, Magyarország egy olyan hely, ami kitermel olyan startupokat, hogy sokkal jobban tudják tartani a release déteket, mint a AAA-s tehát Mindenki példát vehet egy kis kis kelet-európai hazánkról. Visszatérve a Diverzumhoz, mik a nagy májusztólnok, amiket kitűztetek? Hogy, hogy néz ki nektek most a jövő? Mi, mi az, amire nagyon fókuszáltok? Az Nem, appon túl? Most lélegeztünk fel a cápákból, azért az ott a felvételre, meg aztán az adásra való készülés is komoly volt, de szerencsére felért az elvárásokhoz a dolog. Az app Uh, akkor maga a szervezet és a csapat fejlesztése, ami podcastban lehet, hogy unalmas téma, de nagyon számít az, hogy, hogy tényleg tudjunk pörögni azon a, azon a fokozat ahogyan ezt a piac elvárja. Uh, és amit egyébként, hogyha megtaláljuk a megfelelő embereket, akkor, akkor uh, megoldható. A, és aztán elmegyünk, elmegyünk a külföldi terjeszkedés irányába is. Erről még igazából minden abszolút titkos, de ezek most így erre az évre a, a fő, fő vonulatok. Illetve egész egyszerűen az, amit egy startupnak tennie kell, hogy egyre jobbá válunk abban, amit most csinálunk, illetve elkezdünk más irányokba is nézegetni, amik nyilván köthetőek ehhez, de hogy még más szegmensekben, stb. Úgyhogy, úgyhogy most növekedés és picit a nézegetés, fejlődés. És te teljesen az elmondható, hogy szerelem projekt, neked a diverzum, vagy fordult már meg a fejedbe esetleg egy modell is? Hát vannak, vannak olyan pillanatok, amikor az ember este tízkor lecsukja a laptopját, és akkor még hazafele a villamoson kap valami üzletet, le kell, hogy fú, ez, 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 ezt én nem. De olyankor el kell menni egyet sétálni az erdőbe, vagy bulizni egy jót. Uh, úgyhogy startup hosszú távon biztosan exit, de most most hihetetlenül szeretjük, amit csinálunk, és tényleg előtte, még igazából szerettem, amit tanultam az egyetemen, bizonyos munkahelyen is szerettem, de az, hogy hétfő reggel is így a szemem, és megyek be dolgozni, ilyen még nem volt, és azért ez másfél éve szinte, tehát a napok 95%-ában így van, úgyhogy ez az abbahagyásra való Hajlandóság az, az még nagyon messze van. Ez jó. Az, az király, hogyha ilyen szinten megvan a motivációd. Mindenképp. Hát problémák mindig vannak, de az a jó, hogy azt hiszem észre, hogy most már egyre jobb fajta problémák vannak. Tehát amíg még az volt, hogy fú, nem működik valami, jó, akkor majd egy hét után talán ki tudjuk javítani, de inkább nem, meg amúgy pénz sincs rá, meg egyébként, egyébként így, így minden rossz az az még egy ilyen frusztrált dolog volt. Most már bármi van, akkor el tudunk indulni egy ilyen, olyan irányba, hogy látjuk, hogy, hogy hol lesz vég, és nincsenek olyan nagy problémák, hogy hú, jönnek a felhasználók ezerrel TikTokról, de nem tudnak regisztrálni, mert áll az oldal. Úgyhogy problémák, azok mindig vannak, a cél az, hogy jobb problémák legyenek, és akkor akkor az sokkal inspirálóbb. Mert hát a csapat, az sokszor rendbe teszi az ember lelkét. Valahogy egy napra elvonulok home office-ba, és akkor a végén befrusztrálódom. Amikor nem vagyok az irodában, lehet, hogy hangosak, meg nem lehet tőlük dolgozni, meg néha tőlem sem egyébként, de legalább az ember harci kedvét abszolút megtartja. Tök jó. Ezt valamilyen szinten szerintem mi is ismerjük. Igen. Mi, mi is keveset tudunk csendben maradni, vagy ritkán. Igen, úgy teszem hozzá a hallgatóknak, hogy bejöttem ide, és nagyon meglepődtem, hogy mennyire startupos, laza közeg van itt az Iponnál, úgyhogy, úgyhogy ahhoz képest, hogy milyen király céget meg operációt irányítotok. Én azt hittem, az, azt mondod, hogy ahhoz képest, hogy milyen öregek vagyunk. <sík> <sík> ez, <sík> ez nem ez volt a cél. Na, tényleg, tök jó. Ezen nevettünk, hogy Biztos ti is az irodában bulizgattok, mert mi is Látszik. Előfordul. Előfordul minden jó. Hát a hűtőnket ne nyisd ki. <laughs> Igen, biztos, hogy kiesik belőle valami csörgő dolg. Igen. Jó, szuper, de te marad benned kérdés. Lassan fölőrőjük a rendelkezés Én igazából időnket. végig azon gondolkodtam, hogy nekem diákként igazából két dolgom nem volt, időm és pénzem, és egyébként tök jó lett volna ha van valami hasonló lehetőség, mert jobban ki tudtam volna használni, ugye, amin van. De már -e a... okos telefonod sem volt. Diákként. Á, az igaz, az igaz. mert ugye említetted ezt, hogy ugye pénz nélkül tanulja meg az ember leginkább beosztani a pénzt. Ugye, hát ez a diákokra szerintem talán az egyik legigazabb mondat. Így van. Mert a legtöbb diáknak ugye hát a megélhetés a legnehezebb. Mi van, de egyébként uh, hihetetlen kreatívak, tehát például el tudom mondani azt, hogy volt, volt, egy ilyen torta rendelős partnerünk, most már nincsen nem emiatt másokokból, és akkor ott a, a minden rendelés mellé az volt a diák kedvezmény, hogy adtak egy proszekkót. És akkor a diákok rájöttek, hogy oké, okay, de nem volt beállítva a minimum kosárérték, és rendeltek valamilyen, nem tudom, 150 forintos tűzijátékot, és mellé kapták a prosecco -t. És ezt többen is megtalálták öregem a 40 partner közül, és kikísérletezték. Tehát, hogy a diákok, ha a spórolásról van szó, akkor nagyon nyitottak az innovációra, amit mi igyekszünk, igyekszünk kihozni a legjobbat, úgyhogy ez a partnereknek se kerüljön, nem tudom, hány proszekkójába. A csóróság kreativitás szül, úgyhogy Magyarországon iszonyatosan nagy a kreatív távdalaid. Igen. Ja, amit nem tudunk megoldani pénzzel, azt észre kell. Tök jó, még legalább három-négy ilyen hülyeséget tudnék mondani, viszont szerintem elég lesz már a belőlem, úgyhogy köszönjünk is el, hogyha ezt valamilyen podcast szolgáltatáson belül hallgatott, például Apple Podcast vagy Spotify, vagy esetleg a YouTube-on, akkor mindenképpen keresd meg a Discord linket, és gyere fel a Discord szerverünkre, hogy minden csütörtökön egy órától élőben. Te is részese lehess a következő podcastunk felvételének, és köszi szépen, hogy a vendégünk voltál ma, Miki, és kicsit tudtunk beszélni a Diverzum világából, ami nekem nagyon tetszik továbbra is. Hát én is köszönöm, hogy itt lehettem. Tök jó volt, spontán, mert ma reggel, reggel jutott eszünkbe, hogy ezt meg kéne csinálni, de király, hogy így alakult, úgyhogy köszi szépen. Köszi. Sziasztok! 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 sziasztok. Találkozunk jövő héten!